Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amikor a mai adásunk felvétele történik, akkor éppen Szent Józsefet ünnepeljük, a Boldogságos Szent Szűz jegyesét, a Szent Család őrét, az Anya Szent Egyház védőszentjét. Fontos szerepet tölt be a hívő emberek életében Szent József, hiszen a példa, amit ő ad, mindannyiunk számára fontos, hiszen ő a hit példaképe lehet a hívő emberek számára. A hívő emberek, mint az Isten felé forduló vallásos emberek, személyek természetesen hordozzák már a nevükben is ezt a jelzőt, de kevés az, hogyha csak általános jellemzőként beszélnénk a hitről, beszélnénk arról, hogy aki a természet feletti világ irányában nyitott, az hívő ember. A hívő ember egészen tudatosan is, személyesen bízik Istenben, bízza rá életét Jézus Krisztusra, az Isten fiára. A hívő ember elfogadja személyesen és teljesíti Isten szándékát, Isten akaratát. Arra gondoltam, hogy a mai hadásunk első bevezető részében egy történetet olvasok föl a már ismert kötetből, hiszen már több adásban is elővettem György Attila atyának a Hitvilágossága című kötetét, és Szent Józsefre gondolva egy érdekes történet szerepel ebben a kötetben, amelynek címe Menjetek Józsefhez! Palesztinában, ahol az Úr Jézus élt, van egy apáca kolostor, ahol csupa arab származású, úgynevezett rózsafüzér nővérek élnek. Jól lehet, igen, szegények, azt a keveset is, amiük van, jó szívűen megosztják a kis árva gyermekekkel. A rendalapító Mária Alfonzine nővér több évet töltött a Betlehem melletti kolostorban. 60 gyermeket gondoztak, és szegénységük közepette is boldogok voltak. Boldogok, hogy Jézus szülőhelyének közelében Betlehemben élhettek. Mivel gyakran voltak szükségben, Szent Józsefet választották pártfogóul. Ő, aki olyan szeretettel gondoskodott a Szent családról, bizonyára róluk sem feledkezik meg. Így gondolták a nővérek, és ebben nem is csalódtak. 1904-ben történt, éppen Szent József névünnepére készültek a nővérek, amit március 19-én ünneplünk. Sajnos ismét beköszöntött ajtajukon az ésség. A nővérek és a kis gondozottak kilenceddel készültek Szent József ünnepére. Úgy látszott azonban, hogy ez is hiába. Már elérkezett az ünnep előestéje, és üres volt az éléskamra. Holnap két gyermek járul az első szentáldozáshoz. Mély szomorú ünnep lesz. Üresek a szekrények, az edények és egy fillér sincs a háznál. Még száraz kenyérkét sem tudnak a gyermekek kezébe adni. Ez igen fájt a nővéreknek, és ezért megkétszerezték a Szent Józsefhez intézett imáikat. Mária Alfonzine sem vesztette el a reményét, és kifejezésre juttatta. Meglátjátok, hogy Szent József, nem hagyja el gyermekeit. Este lefektették a gyerekeket, közben megerett az eső. Az imádkozó nővédek egyszer csak kopogtatást hallanak. Azonnal az ajtóhoz sietnek, és óvatosan kinyitják. Egy ismeretlen ember áll előttük, hatalmas batyó a hátán barátságosan, csak ennyit mond, az árva gyermekeknek hoztam. Ekkor a nővérek felbátorodtak, és beengedték a különös idegent. Levették a nehéz batyut a hátáról, ami különféle finom ennivalókkal volt megtömve. A legjobban azon csodálkoztak, hogy a zuhogó eső ellenére a batyó és annak tartalma egészen száraz maradt. A különös idegen is teljesen száraz volt. Jól lehet, a nővérek ruhája vizes lett, amíg kinyitották az ajtót. Mikor az első csodálkozásukból magukhoz tértek, így szóltak a különös látogatóhoz: Kiküldött téged! Nem tudom, hangzott a válasz. Talán hortásznő vérünk? Nem ismerem őt. Talán Abu Shukria, becsala plébános? Őt sem ismerem. Így válaszolt a kérdéseikre. Közben a batyu tartalmát kiszedték, és nagy örömmel rendezkedték a finom falatokat. Szent József ünnepén már lesz, miből megfőzni az ünnepi ebédet. Amikor a kiürített batyot visszaadták a különös férfinak, arcán valami földön túli fény sugárzott. Jól lehet, szerettek volna még elbeszélgetni vele, de az búcsúzni kezdett. Kilépett az ajtón is, eltűnt az éjszakában. A nővérek. Csodálkozva néztek egymásra, és jó darabig szólni sem tudtak a meglepetéstől. Végre magukhoz térve így szóltak egymáshoz: Ez nem lehetett más, mint maga Szent József. Ő maga jött segíteni rajtunk. Milyen kár, hogy a neve után nem érdeklődtünk. Ennek ellenére kitartottak a véleményük mellett, hogy maga Szent József segített rajtuk. Egész hétre lett egész finom ennivaló, és bőséges terített asztal, és Alfonzi nem ennek nyomán így kínálta a gyermekeket. Egyetek, gyerekek, ezekből a finom ételekből. Melyeket Szent József hozott a paradicsomból. Csodás és legendás a történet, szívhez szóló, melynek tanulsága az is, hogy akik a szegényekért és kiváltképpen a kicsinyekért fáradoznak, minden égi segítséget megkapnak az úrtól, akik törődnek a rájuk bízottakkal, azoknak nincs okuk az aggodalmaskodásra. Szent József a Szent Család őre így gondolkodtak, ezek a betlehemi nővérek, hiszen a Szent Család nehéz helyzetben érkezett Betlehembe. Még szállásuk sem volt akkor, amikor a népszámlálásra megérkeztek Jézus születésekor. És aztán is nehéz órák, napok terhelték a lelküket, életüket, és akkor is jött a megoldás a Szent Család életében, amikor Heródes üldözni kezdte a gyermeket, és a Szent Család elmenekült Egyiptomba. Úgyhogy olyan nagy volt a sietség, hogy a betlehemi úgynevezett tejkápolna, tejbarlang, amely kápolnaként működik, erre emlékeztet, hogy a szűz anya táplálta gyermekét anyatejével, és annyira siettek, hogy elcsöppent az anyatej ott a sziklabarlang kövezetére, vagy természetes padlójára, de ott is megvolt az isteni segítség és a menekülés. Történt mindez azért, mert Szent József nem csak egy közösség őre, Megsegítője volt a Szent Család őre, hanem hittel fogadta Isten végzését, Isten rendelését, és ez a hit teszi őt nem csak különleges közben járónkál, hanem példaképünké is a hitben. Amikor, így ír erről Szent Máté evangéliuma, megtudta József, hogy eljegyzett jegyese Mária gyermeket vár, és különösen kínossá vált a helyzet, mivel akkor még nem tudta, hogy hogyan történt meg az eset. Szorongó szívvel gondolta arra, hogy most el kellene bocsátani a jegyesét Máriát. Gyermeket fogan, de kitől, hogyan, miért? És ekkor álmában angyali megerősítést kapott Szent József. Ne félj József, bátran vedd magadhoz Máriát, a jegyesedet, mert a benne fogant élet a Szent van. Ezt a felvilágosítást, illetve kinyilatkoztatást kapta angyali közvetítéssel Szent József álmában, és ekkor bátran cselekedett, magához vette, Máriát, az eljegyzett menyasszonyát, és így lett szent család. És világra jött a gyermek, aki nem természetes gyermeke, Józsefnek nem tőle származott, hanem a szent lélek erejéből. Így történt az a csodálatos isteni beavatkozás, fogantatás, amely által az ige testé lett, ahogy János evangéliuma kezdődik. Amit most éppen elemzés tárgyává teszünk folyamatosan itt a lélekem előben. Ezt elfogadta Szent József, törvényes származást biztosított Jézus számára, így beteljesedhetett a jövendőlés, amit Nátán profétán keresztül kapott Dávid király, amikor templomot, házat akart építeni az úrnak megkapta az üzenetet, hogy nem neki kell házat építenie az Istennek, vagyis nem templomot kell építenie, hanem családot kell alapítani, ami már meg is történt, és ebből a családból fog származni a világ szabadítója, üdvözítője. Az Úr épít majd nagy házat Dávidnak, és aztán József, aki Dávid házából származott, Máriával együtt így jutott el Dávid városába, Betlehembe, ahol ez a kedves történet is játszódott a 20. század elején. És ott született meg Jézus, akit aztán az emberek ugyancsak, illetve a gyógyulni vágyók, segítséget kérők, így emlegettek, hogy Jézus, Dávid fia, és kiáltották utána. Dávid fia, könyörői rajtam, mert valóban Szent József által, az ő gondoskodó szeretete és hite által Jézus emberi családba születhetett be, és emberi családban nevelkedett, ott sajátította el Józsefnek a földi szakmáját, az ácsmesterséget, ott sajátította el. Azt a munkát, amit a, amit a nyilvános működéséig gyakorolt, és ezért lett ő az Ács fia, meg maga is. Az Ács ez Józsefnek a fia, így ismerték őt ott Názáredben, ahol nevelkedett, és ahol három évtizedig élt és dolgozott. És itt a János Evangéliumban is éppen ez okozza a vitatárgyát, vagy a csodálkozásnak a hátterét, hogy hát hogyan jöhet a messiás názáredből, hogyan lehet ez a galileai ember a világ megváltója, akinek egyébként a származása Betlehemhez kötődik. Mi tudjuk, hogy ez meg is valósult, hogy ő Betlehemben született, azért is ment József és Mária Dávid városába, és be is teljesedett a profétai szó, hogy a judeai Betlehem nem vagy olyan kicsi és jelentéktelen, ahogy esetleg rád tekintenek, mert majd innen születik a megváltó Szent József. Ennyi mindent juttat az eszünkbe, és természetesen kapcsolódási pontot is jelent a jelen szövegünk és a János Evangélium elemzéséhez, de mivel ilyen szép ünnepen vehetjük fel ezt a mostani adást, Szent József fő ünnepén, akit amúgy is különös tisztelettel övez a katolikus imádságos hívő lélek és lelkület, hiszen Szűz Mária után a, a rangsorban ő következik a különleges és elsődleges tiszteletben. Még a szentek mindenek fölötti tisztelete a Szűz Máriára irányul, már is következik az ő jegyese, József, a Szent Család, az Anya Szent Egyház védőszentje, és mindnyájunk családjának és családjainknak is védőszentje, aki különösen a nehéz helyzetben, nem csak éhénységben, hanem minden egyéb bajban, mely az emberre és az emberi közösségre nehezedik, különleges közben járunk, és példaképünk. Tartsunk rövid szünetet. Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat, és egyúttal folytatjuk János evangéliumának olvasását és elemzését. A nyolcadik fejezet, immár hosszú ideje, elemzésünk tárgya, azon belül is egy új szakasznál járunk, a 21. verssel kezdődően, eljutottunk egészen a 30. versig. Az utolsó néhány vers fontos számunkra, ezért ismétlésként és új gondolatok ébresztéseként is felolvasom ezeket. Jézus azt mondja a 26. verssel kezdődően, sokat mondhatnék még rólatok, ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, és azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam. Nem fogták fel, hogy az atyáról beszél nekik. Az igazság, amit megmond Jézus, ez nem olyan értelembe vett igazság, mint hogy mi az emberi világban a magunk igazához ragaszkodunk, Állítjuk azt egyrészt, hogy amit mondunk, az helyes és összhangban van a belső világunkkal. Többféle értelmezése van az igazságnak, vagy az igazamat mondom, vagy nekem van igazam kifejezéseknek, ezért is van ennyiféle árnyalata az igazságra utaló bizonygatásoknak. Tehát igazam van, őszinte vagyok, azt mondom ki, ami a szívemben van, ami a szívemben, az a számon. Tehát ez is lehet az igazságnak egy sajátos megközelítése. Igazat mondok, tehát őszinte vagyok. Ebben az értelemben is beszélhetünk az igaz szóról, arról, hogy amit mondok az igaz, ez az igazság, megfelel a tényeknek. Ez már egy újabb árnyalat. Mondjuk, hogy igazat mondok, az azt jelenti, hogy összhang van a belső világon, a gondolataim, a szándékaim és a kimondott szavaim, vagy a cselekedeteim között. Tehát ez is egy árnyalata az igazmondásnak. Vagyis annak, hogy én igazat szólok, hogy igaz vagyok, nem cselekszem hamisan. Aztán az állításom, ami esetleg nem a belső világomra vonatkozik, hanem egy tapasztalt eseményre vagy helyzetre, akkor is szoktuk mondani, hogy igazam van, igazat mondok. Mert például ilyenkor, mikor én jártam valahol, és tanúja voltam egy eseménynek, és azt elmondom, akkor is bizonygathatom az igazamat, hogy ez tényleg így történt, elhihetitek nekem, hogy ez a dolog, ez az állítás igaz. Itt most nem az én személyes őszintészségem a tét, hanem az állítás, vagy az esemény tartalma, valóság értéke az, amit igyekszem hangsúlyozni. Tehát szemtanú voltam, és most beszámolok valamiről, tehát itt is az igazsággal kell szembenéznünk. És aztán van még egy, mondjuk így, hogy egy harmadik árnyalata is, még egy, biztos, hogy nagyon sok árnyalata van az igaz mondásnak, vagy az igazság fogalmának, de most még arra kell gondolnunk, hogy az, az, a, az a jó út, az a helyes út, amit én gondolok. Mert az igazmondásnak van egy ilyen értelme is, hogy nekem van igaz, amit így szoktok mondani. Tehát, hogy legjobb lesz, ha azt csináljuk, amit én mondok, és amikor azt csináltuk, és tényleg igazolódott, hogy jól csináltuk, amit elhatároztunk, mert valakire hallgattunk, akkor azt mondjuk, hogy neki volt igaza, vagy ha azt csináljuk, amit én mondok, akkor nek... na ugye, hogy nekem volt igazam. És akkor így módon megelégedhetünk a bölcsességünkkel, vagy a jó ötleteinkkel, vagy jó tanácsainkkal, mert akkor ez igazoltá vált. Az a jó megoldás, amit mi felajánlottunk másoknak, tehát nekem volt igazam. Na most az a negyedik, vagy mindenek fölött álló igazság, ami Jézus Krisztus igazsága, illetve Isten igazsága, az messze felülmúl minden ilyen emberi igazsághoz, igazmondáshoz, igaz állapothoz kapcsolódó, jelenséget vagy helyzetet, ugyanis Isten igazsága nem más, mint az, hogy Isten feltárja önmagát, és kinyilvánul az ember előtt Isten szándéka, mondhatnánk így, hogy az abszolút jó megoldás, az abszolút üdvözítő megoldás, az abszolút örök életre vezető megoldás, a javunkat szolgáló megoldás, hiszen az, a valaki mondja el nekünk, hogy mit kellene tennünk, aki az egész világ rendet megalkotta, annak összefüggéseit, benne az életünket, aki minket is ismer töviről hegyire, ismeri a belső világunkat, ismeri a mi belső szándékunkat, ismeri a jövőbeni ránk váró lehetőségeket vagy helyzeteket, amiket mi még nem ismerünk. Tehát ki az, aki megmondja ha nekünk azt, hogy mi a jó, számunkra mi a helyes, mi az, ami javunkra válik, mi vezet az üdvösségre, hát ez egyedül Isten. Ezért van az, a személyes és lelki életünkre vonatkoztatva, most inkább apró pénzre váltva a témát, ezért van az, hogy sokszor történnek olyan dolgok velünk, amelyek, amelyre nem tudunk választ adni, miért kellett, hogy ez velem történjen. Miért van ez a helyzet, amikor az emberiség világjárványt szenved el? Hát nagyon súlyos a kérdés, hogy ezt az Isten miért küldte, miért engedi meg, miért van ez így emberi sorsok, tragédiák is keletkezhetnek ebből, vagy legalábbis egy kényelmetlen, kellemetlen helyzet. Említettem, hogy Szent József ünnepén vesszük fel ezt a mostani adást. Hát ott van Szent Józsefnek a töprengése, hogy honnan van ez a gyermek, mi még nem is találkoztunk közelről, és a jegyesemnek gyereke lesz hát most mindennek vége, ennek a kapcsolatnak vége, mit, mit tegyek, mit évő legyek. Ugyanezek a gondolatok foglalkoztatnak minket is, minden nehéz helyzetben, különösen akkor, amikor azért is nyomasztó egy veszélyhelyzet, mert nem csak rám nehezedik, hanem a szeretteimre és, a környezetemre is, és, és, és akkor az egész országra, meg az egész világra. És akkor az Isten miért engedi meg? És minden egyes nehéz helyzetben ezt a kérdést az ember felteszi. És amikor azzal válaszolunk magunknak itt az Evangélium szavaival, amit előbb is olvastam, amikor azt mondja Jézus, még egyszer olvasom, hogy aki küldött, igaz, és azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam, ez, aki küldte Jézust, az Isten, az Isten akaratát, a jóra vezető akaratot tolmácsolja nekünk Jézus. És nem úgy történnek a dolgok Jézus korában, hogy most minden emberi vágy megvalósul, hogy egyszerűen jó létköszönt be Jézus országába, hazájába, környezetébe, és minden megoldódik, és eltakarodnak a rómaiak, az elnyomó hatalom, mert itt van ez a sikeres küldött, és akkor nekünk minden problémánkat megoldja. Nem, hanem majd eljön az, hogy csúfos kereszthalált szenved, és akkor ő az igaz. Hiszen ő volt egyedül igaz közöttünk, mondják aztán róla, Jézusról. Jézus pedig elmondja, hogy aki küldött, az igaz és azt mondom el nektek, amit tőle hoztam, és hogyha mégsem oldódnak meg a nehézségek, akkor hogy van ez? Hát éppen ez, ez a válasz, hogy Isten az igaz, és nekünk mindig jót akar. Nem kell kételkednünk ő benne, nem fogunk csalódni ő benne, és a nehézségek is így vagy úgy a javunkat szolgálják. És bátran bízhatunk abban, hogy még választ is kapunk a nehéz helyzetben, ahogy Szent József angyali üzenet közvetítésével kapott választ a kételjeiben, a hogyan tovább kérdésre. Olyan szép názáredben, Szent József töprengő szobra a Szent József templom előtt egy bronz szobor fényesre. Nem koptatták, szóval kifényesítették a, a térdét már az odaérkező zarándokok, mert mindig megsimogatják, annál többen simogatják, minél inkább fényesnek tűnik már az a szobor, a szobor szobron, Szent József térde, mert mindenki nyilván oda nyúl, hogy ott kell megsimogatni, ahol már a többiek is ezt megtették, és mindenki biztosan Segítséget kér a töprengő Szent Józseftől, hogy hát Szent József, hogy te is gondolkodtál, hogy mit évő legyél, hát sokszor vagyunk mi is ilyen helyzetben, és most az egész emberiség van ilyen helyzetben, hogy töprengünk. Hogy miért van ez, miért kell ezt elszenvedni. Most nem konkrét esetekről beszélek, hanem egyszerűen a nehéz az érthetetlen, a megmagyarázhatatlan helyzetekről, amelyek életünket kísérjük, akár világméretű töprengésben, akár csak személyes helyzeteinkben. És ahogy Szent József álmában, angyali közvetítéssel választ kapott, mi is bízhatunk abban, hogy így vagy úgy, a körülményekből, a, a jelenségekből, de abban is egészen nyugodtan bízhatunk, hogy a lelkiismeretünk szaván keresztül a Szentlélek megszólal, illetve akár angyali üzenetet és őrangyalunk segítségét élvezve kapunk útmutatást, ne kételkedjünk az angyalok segítségében, vagy abban sem, hogy nekünk is az őrangyalunk által segítséget küld az Úristen, ezért bízunk és hiszünk, a teremtett szellemi világ hűséges követeiben, a Szent Angyalokban, én, mint a Szent Angyalok egyházközség és templom plébánosa, mindenképpen hangsúlyozom az ő szerepüket, és bízunk ő bennük, bízunk az Úrban, aki igaz, és választ fog adni arra, hogy a nehézségek hogyan váltak a mi lelkünk javára, hogyan vezettek tovább minket, az üdvösség útján. Ne kételkedjünk ebben a segítségben, hanem egyre inkább és egyre mélyebben bízunk az Úrban, mert az Úr igaz, és Jézus Krisztus, akinek a nevét viseljük, és akinek a követői vagyunk, vagy lehetünk, aki még csak keresi őt, megsegít, mert ő annak üzenetét hozta el számunkra, aki igaz, és amit mond, az a lelki javunkra és üdvösségünkre válik. Tartsunk ismét rövid szünetet. nézőink a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. Folytatom a János Evangélium elemzését. Jézus azt mondja hallgatóinak, ott, abban a helyzetben, a sátoros ünnepen, Jeruzsálemben, de hozzá kell tennünk, ismerve a Szentírás keletkezésének körülményeit, hogy nyilvánvalóan az evangélisták mindig úgy állítják össze a Jézusi tanításnak és mondásoknak sorrendjét, vagy hangsúlyait, ahogyan számukra az Evangélium megírása idejében ez fontos volt, vagy ahogy akkor hangsúlyos volt amikor írják az evangéliumot, és itt kifejezetten János evangéliumára nézve, nyilvánvalóan Szent János apostol mag, a maga korának és az evangélium megírásának a kora szerint és, és lelkipásztori vagy ige hirdetői szükségei szerint állítja össze Jézus mondásait, ahogyan nyilvánvalóan a többi evangélista is Tette, hogy Jézus beszédeinek gyűjteményéből, vagy hát a saját tanúskodásuk szerint is, mert hiszen két evangélista, Szent Máté és Szent János közvetlenül apostolai is voltak az Úr Jézusnak. Tehát ezt is föl kell fedezni ezekben a szövegekben, de most helyezzük magunkat az eredeti környezetben. Jézus kortársainak ezt mondja, Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, és azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam. Tehát az igazságot hirdeti Jézus. Ezért olyan fontos, hogy az igazság tartalmának, vagy az igazság szó Árnyalatainak most azt a sajátos megközelítését vegyük szemügyre, amelyben Isten igazságát állítjuk magunk elé, azt az igazságot, amelyben Isten feltárja önmagát, és ő, aki a szíveket és belső világunkat ismeri, ő megmondja nekünk azt, hogy mi az, ami a javunkra válik, mi az, ami az életünket az üdvösség útján tovább segíti. És ezt Jézus Krisztustól megkapjuk az evangéliumból és az új szentírás könyveiből, tehát a Krisztusi tanításból elénk tárulkozik ez az Isteni jó akarat. Nem fogták fel, hogy Jézus az atyáról beszél nekik, Az Atya az, aki igaz, az Atya az, aki föltárja szándékait Jézus Krisztus által a világ előtt. Nem fogadják el Jézus Szavát. Kevés az, hogy csodákat tett. Kevés az, hogy felismerik Jézus Szavában az erőt. Kevés az, hogy kenyeret szaporított, vagy ördögöket űzött, vagy csodákat tett még mindig valami hiányzik a bizonyító erőből, és ezért azt mondja Jézus. Jézus mégis folytatta ezt, olvassuk a 8. fejezet 28. versében. Amikor majd fölmagasztaltatik az ember fia, megtudjátok, hogy én vagyok. És hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire atyám tanított. Mint említettem, ezek a versek már ismétlésképpen hangzanak el a mai lélekem előben, de minden ismétlő gondolathoz, vagy pedig a már felolvasott szentírási versekhez ébredhetnek újabb és újabb gondolataink. Kiváltképpen most, amikor már a bevezetőben is hivatkoztam arra, hogy a mai adást Szent József ünnepén vesszük fel, és úgy elképzeljük azt a Szent Józsefet, akiről olvasunk, Fontos dolgokat az evangéliumokból, kiváltképpen Szent Máté evangéliumából, aki a Szent József hitét szépen és szemléletesen bemutatja a nehéz körülmények és események leírásával, és aztán Szent Lukács is nyilvánvalóan, aki a leghosszabb gyermekség történetet írja Jézusról. Szép és idillikus eseményeket is ír a Szent Családról és a Szent Család életéről, a betlehemi dolgokról is, és a názeretiekről is. És olvassuk Szent Lukácsnál, hogy Jézus, akit megtalálnak a szülei, a Jeruzsálemi templomban 12 éves korában, amikor ott eltűnt hosszú időre, néhány napra, megtalálják ott az atyai házban, vagyis a templomban, majd szép engedelmesen hazamegy velük Názáredbe, és ott növekedik korban, kedvességben, bölcsességben, Isten is az emberek előtt, és nyilvánvalóan követi Szent József útmutatásait. Rejtetten a háttérben ott van, itt ezekben a leírásokban is Szent József, aztán Jézus nyilvános működésénél már csak hivatkozásokat hallunk, amikor törek, ö, töprengenek azon, hogy ö, hát nem az ács ez József fia, vagy nem az ács fia ez. Szóval a környezete elemzi ezt a családi helyzetet, és hát nyilván, amit említettem már a korábbiakban is, hogy Jézust is Dávid fiának szólítják, így ott van a háttérben József alakja. De arról, ami már a beteljesedés, arról az időről, már csak feltételezzük, hogy esetleg már Szent József nincs ott a Szent Családban, mert örök életre szenderült, ezért ő a jó halálnak is, vagy a haldoklóknak is a védőszentje, akiről azt mondjuk, hogy Mária és József illetve Mária és József gyermekeként Jézus, bár ugye nem természetes származással, de mégis a felnevelt gyermekük Jézus, ott áll József mellett a halál órájában. Tehát vannak ilyen szép és jámbor imák, amelyekben kérjük, hogy Jézus és Mária álljon mellettünk is a végső órán, ahogy állt Szent József mellett. Tehát így lett aztán Szent József a haldoklóknak a védő szentje többek között, mint a Szent Család őre és gondviselője. De miért is beszélünk erről? Azért, mert amikor erről a felmagasztalásról egy szót Jézus, akkor amikor az beteljesedik, akkor feltehetően már nincs ott József a Szent Családban, de ott van Mária a keresztövében, ott van János, ennek az Evangéliumnak az írója, a hűséges és szeretett tanítvány. És akkor teljesedik be mindaz, aminek az útját József is egyengette és előkészítette még három évtized alatt, nem tudjuk meddig Jézus életkorában, de segítette Jézus küldetését ebben a világban. És azt is fontos itt megjegyezni sajátos elemzésképpen, hogy fontos volt Jézusnak az engedelmessége a Szent Családban. Fontos volt, hogy ő tudott engedelmeskedni, nem véletlenül idéztem a 12 éves Jézus esetét, hogy úgy növekedett fel Jézus gyermekkorától kezdve, hogy engedelmes volt a földi szüleinek. Biztos engedelmes volt Máriának és Józsefnek, tehát Szent Józsefnek is engedett, engedelmességet tanúsított, hiszen tőle tanulhatta meg a földi szakmáját, elsajátította a munkáját, segítségére volt a fizikai munkában, ahogyan ábrázolni szokták a Szent Család életét. Mindig ott van Mária, aki a házi és anyai tendőket teljesíti, és ott van Szent József Jézussal, akik éppen dolgoznak és gyakorolják a szakmát, tehát készítik az asztalos szakma termékeit, bizonyos bútorokat vagy használati eszközöket. Mire következtetünk ebből? Arra, hogy Szent József megkívánta a fegyelmet nyilvánvalóan otthon, de nem kellett olyan nagyon erőltetni ezt a dolgot, mert Jézus engedelmeskedett. Ez le is van írva Szent Lukácsnál. Minek a példája ez? Annak, hogy Jézus nem csak úgy nagy szavakat mond arról, hogy ő a mennyei atyának engedelmeskedik. Nem véletlenül írja Szent Pálapostól, hogy engedelmes volt, mint halálig Jézus, hanem magától értetődően az evilági engedelmességet is gyakorolta és tanúsította. Nem, nem lehet elválasztani a földi engedelmességnek a szempontjait a mennyei atya iránti engedelmességtől. Mi emberek, mi nem tudunk úgy engedelmeskedni Istennek, hogyha ne tudnánk engedelmeskedni gyermekkorunkban a szüleinknek, felnőttként az elöljáróinknak, úgynevezett főnökeinknek, vagy az egyházi pásztori elöljáróknak, akik gondviselő, lelki szeretettel vezetnek minket, ez elválaszthatatlan. És azt mondja Jézus, itt a 8. fejezet, a 28. versében, amikor majd fölmagasztaltatik az ember, fia, megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire atyám tanított, és mivel Jézus engedelmes, így folytatódik a 29. vers, akik küldött velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van. Hát mi más ez, ez a csodálatos mondat, ez a kinyilatkoztatás, mint az engedelmességnek a példamondata, amit Jézus nem csak úgy mond ki, hogy a tetteiben ezt ne követte volna, hanem kinyilatkoztatja szóban is azt, amit kinyilatkoztat a cselekedeteiben is, az engedelmes küldetésében. Vagyis Isten, aki igaz, az üdvösségre vezeti az embert. És mindaz, aki Jézus Krisztust követi, Jézus nevét viseli, Krisztusi ember, vagyis keresztény, arra törekszik, hogy tudjon bízni Istenben, tudja megvalósítani Isten szándékait. Vagyis ezáltal el tudja fogadni Isten üdvözítő jó akaratát. Ismét visszatérek ahhoz, hogy a hit az, ami megment minket. A legnehezebb helyzetben, világjárványban, vagy veszélyhelyzetben, személyes, vagy családi, vagy nemzeti, vagy világméretű nehézségekben. Egyedül a hit az, ami megment minket. A hit az, ami. Hozzák őt bennünket Istenhez, amit úgy tudunk tanúsítani, ha bizalommal fogadjuk az, a jó Isten szándékait, végzéseit, és úgy oldjuk meg életünk nehéz helyzeteit is, hogy tudunk engedelmeskedni, tudunk Istenben bízni, tőle kérni segítséget, és azt bölcsen, jó akarattal, szeretettel, egymás iránti felelősséggel tudjuk megvalósítani. Ezt kívánom minden kedves nézőnknek, hogy ezt a hitélményt tudja átélni, megérezni, és fogadjuk úgy az életünk nehezebb helyzeteit, hogy abban is megmaradjon a derünk, Isten iránti bizalmunk, és ahogy egy jelenkori hitvallónk, Csókai András orvos professzor is mondja, az, az emberi testi immunrendszerünknek legyen a legnagyobb megerősítője a hit, és igtassuk ki azt, ami legyengíteni, ami ellenálló képességünket, a stresszt, a félelmet, a szorongást, mindazt, ami elválasztana minket a minket szerető és javunkat akaró jó akaratú Istenünktől. Köszönöm a kedves nézőink figyelmét, a Jóisten áldását kérem minden kedves nézőnk és szeretteik életére. A Lélekemelő című vallási műsorunk végén pedig ismét ma is szeretettel búcsúzom, várva a találkozás újabb alkalmait, Jézus nevét dicsőítve, dicsértessék a Jézus Krisztus!